Nagyon sok szeretettel üdvözöllek! A Neville Goddard hangoském sorozat újabb részéhez értünk el, és úgy gondolom, mindannyian hálásak lehetünk Szabó Petrának, aki fordítja Neville műveit, ugyanis hatalmas lendülettel és odaadással teszi ezeket, és így válik számunkra lehetővé, hogy megismerkedhetünk ezekkel a csodálatos tanításokkal. Úgyhogy ennek a fejezetnek a címe Átjáró a mennyei világba. Fogad szeretettel, és hozzon neked sok megértést. Neville Goddard. Átjáró a mennyei világba. Tartalom. Első fejezet. Négydimenziós gondolkodás. Második fejezet. Az előfeltételezések megvalósulnak. Harmadik fejezet. A képzelet ereje. Negyedik fejezet. Önmagadat kell megváltoztatni, nem mást. Első fejezet. Négydimenziós gondolkodás. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogyha majd megtörténik, higgyetek. János 14:29. Sokan, köztük én is megtapasztalnak eseményeket, még a bekövetkezésük előtt. Vagyis mielőtt azok megjelennének a háromdimenziós világban. Mivel az ember képes megfigyelni egy eseményt, mielőtt az a tér három dimenziójában megtörténne, a földi életnek valamiféle terv szerint kell alakulnia, ennek a tervnek pedig valahol másutt, egy másik dimenzióban kell léteznie, és lassan át kell haladnia a mi fizikai terünkön. Ha a felbukkanó események nem voltak ebben a világban, amikor megfigyelték őket, akkor teljesen logikus, hogy ezen a világon kívül léteztek. Bármi is látható, mielőtt bekövetkezne, annak itt előre elrendeltnek kell lennie a háromdimenziós világban az éber ember nézőpontjából. Ezek után felmerül a kérdés. Vajon képesek vagyunk megváltoztatni a jövőnket? Ezen oldalak írásával az a célom, hogy feltárjam az emberben rejlő lehetőségeket, hogy megmutassam az ember, meg tudja változtatni a jövőjét. Ám ezáltal ismét egy előre elrendelt folytatást alakít ki a beavatkozás pillanatától. Egy olyan jövőt, amely összhangban áll a módosítással. Az ember jövőjének legfigyelemreméltóbb jellemzője a rugalmasság, amit inkább az ő magatartás formája határoz meg, mint a cselekedetei. Az ember önmagáról alkotott elképzelése a sarokkő, melyen minden alapul. Az önmagáról alkotott elképzelése miatt viselkedik úgy, ahogy, és amiatt azok a tapasztalatai, amik. Ha más elképzelés dédelgetne önmagáról, akkor másként is viselkedne. Az önmagáról alkotott elképzelése megváltoztatásával automatikusan megváltoztatja a jövőjét. És a jövőbeli tapasztalatainak bármely időpontjában bekövetkezett változás is megváltoztatja az önmagáról alkotott elképzelését. Az ember előfeltételezései, melyeket ő maga jelentéktelennek tart, figyelemre méltó következményekkel járnak. Épp ezért az embernek helyesen kell felmérni az előfeltételezéseit, és fel kell ismernie a teremtő erejüket. Minden változás a tudatosságban történik. Bár a jövő minden részletében elő van készítve, számos kimenetele van. Életünk minden pillanatában rajtunk múlik, hogy melyiket választjuk a számos jövő közül. Kétfajta világnézet létezik, a fizikai és a szellemi beállítottságú. Az ókori tanítók az egyiket az érzéket elméjének, a másikat Krisztusi elmének nevezték. Megkülönböztethetjük őket, mint hétköznapi ébrenléti tudatot, melyet az érzékszerveink irányítanak, illetve azt a tudatot, melyet a képzeletünk és a vágyaink irányítanak. Ez a két különböző gondolkodásmódot felismerhetjük a következő kijelentésben. Az az ember, aki nem szellemi, nem tudja felfogni az Isten szellemétől származó dolgokat. Számára mindez csak bolondság. Egyszerűen képtelen megérteni a szellemi dolgokat. De ez nem is csoda, hiszen a szellemi dolgokat csak a Szent Szellem által, vagyis lelki módon lehet megérteni.
Korintus 2.14. Az egyszerű látásmód a valóságot a mostnak nevezett pillanatra korlátozza. Eme nézet szerint a múlt és a jövő puszta kitaláció. A szellemi látásmód viszont tisztában van az időtartalmával. Az eseményekre úgy tekint, mint a térben lévő különböző tárgyakra. A múlt és a jövő a szellemi látásmód számára maga a jelen. Ami elmebéli és megfoghatatlan a hétköznapi gondolkodású ember számára, az valódi és kézzelfogható a szellemi beállítottságú embernek. A szokás, hogy csak azt látjuk, amit a fizikai érzékszerveink megengednek, teljesen vakká tesz minket arra, amit egyébként láthatnánk. Ahhoz, hogy kifejlesszük a láthatatlan látásnak képességét, rendszeresen és szándékosan le kell választanunk az elménket az érzékszervek bizonyítékairól, majd figyelmünket egy láthatatlan állapotra kell összpontosítanunk, és át kell éreznünk azt, amíg teljesen valóságosnak nem tűnik. A megfontolt, koncentrált gondolkodás, mely adott irányba fókuszál, kirekeszt és eltöröl minden más benyomást. Csak is koncentrálnunk kell a vágyott állapotra ahhoz, hogy lássuk. Ama szokás, hogy elvonjuk a figyelmünket az érzékeink régiójáról, és a láthatatlanra összpontosítunk, fejleszti a spirituális szemléletmódunkat, és lehetővé teszi számunkra, hogy áthatoljunk a fizikailag érzékelhető világon, és lássuk a láthatatlant. Isten örök hatalmát és isteni természetét emberi szem nem láthatja. Ezeket mégis érzékelheti és megértheti mindenki. A világ teremtése óta, amikor Isten teremtményeit látja. Rómaiakhoz 1.20. Az e fajta látóképesség független a természettudományoktól. Az előbbi idézet enélkül haszna lehetetlen. Hiszen a szellemi dolgokat csak a Szent Szellem által, vagyis lelki módon lehet megérteni. Némi gyakorlás meg fog mindenkit győzni arról, hogy képzeletünk irányításával képesek vagyunk a vágyunkkal összhangban megváltoztatni a jövőnket. A vágy a cselekvés hajtóereje. Az ujjunkat sem tudnánk megmozdítani, ha nem vágynánk így tenni. Nem számít, mit teszünk, követjük azt a vágyat, amely adott pillanatban az elménket uralja. Amikor megtörünk egy szokást, a vágyunk, hogy megtörjük, nagyobb a szokás folytatásának vágyánál. A cselekvésre ösztönző vágyak azok, amelyek megragadják a figyelmünket. A vágy annak a tudatossága, hogy valamiben hiányt szenvedünk, vagy valamire szükségünk van az életünk élvezetesebbé tételéhez. A vágyakat mindig valamiféle személyes haszon reménye kíséri. Minél nagyobb a vált haszon, annál intenzívebb a vágy. Nincs teljesen önzetlen vágy. Ha nincs haszon, nincs vágy. Következésképpen nincs cselekvés sem. A szellemi beállítottságú ember a vágy nyelvén keresztül beszél a hétköznapi gondolkodású emberhez. Az élet előrehaladásának és az álmok beteljesülésének kulcsa az ő hangjának való engedelmességében rejlik. A hangjának való engedelmesség a kívánság beteljesülésének azonnali előfeltételezését jelenti. Vágyakozás egy állapot után, ami már el is van érve. Ahogy Blaise Pascal mondta, nem keresnél engem, ha nem találtál volna már meg. Az ember átélve vágya beteljesülésének érzését, majd ebben a meggyőződésben élve és általa fűtötten cselekedve, megváltoztatja a jövőjét összhangban a feltételezésével. Az előfeltételezések felébresztik, amit megerősítenek. Amint az ember megidézi magában a beteljesült vágy érzését, négydimenziós énje megtalálja a cél megvalósításának módját. A képzeletbeli megtapasztalásnál nem ismerek egyértelmű meghatározást arra az eszközre, mellyel megvalósíthatjuk a vágyainkat, és fizikai élménnyé változtathatjuk a vágyott cél elérését. A végcél megtapasztalása megköveteli bizonyos eszközök meglétét, ezért aztán a kiterjedt látókörrel rendelkező négydimenziós én felépíti azokat a végcél megvalósításához. A fegyelmezetlen elme nehezen tud olyan állapotot előfeltételezni, melyet az érzékszervek letagadnak.
Itt egy módszer, amely lehetővé teszi az eseményekkel való találkozást, még mielőtt azok megtörténnének. Mert hitte, hogy Isten életre kelti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Rómaiakhoz 4:17. Az embereknek megvan az a szokása, hogy lebecsülik az egyszerű dolgok fontosságát, de a jövő megváltoztatására szolgáló eme egyszerű formula évekig tartó kutatás és kísérletezés eredménye. A jövő megváltoztatásának első lépése a vágy, azaz határozd meg a célodat. Tudd, hogy mit akarsz. Másodszor, képzelj el egy olyan eseményt, amellyel szerinted találkozol a vágyad beteljesülése után. Ez egy olyan esemény, amely azt jelenti, hogy a vágyad már beteljesült. Valamint, ami nyomatékosítja az én tevékenységét. Harmadszor, helyezkedj kényelembe, és idézz elő az alváshoz hasonló állapotot. Az ágyon fekve, vagy egy székben ülve, képzeld el, hogy álmos vagy. Majd behuny szemekkel, képzeletben összpontosítsd a figyelmedet arra a történésre, amit meg szeretnél tapasztalni. Minden részletében olyan élénken éld át, mintha itt és most történne. Érezd, mintha valóban végrehajtanád a kiválasztott tevékenységet. Ennek a képzeletbeli érzésnek teljesen valóságosnak kell hatnia a számodra. Fontos mindig észben tartani, hogy ennek a tervezett tevékenységnek olyas valaminek kell lennie, ami a vágy beteljesülését követi. Olyan élénken kell beleképzelned magad ebbe a tevékenységbe, és olyan mélyen kell átélned, hogy meg se tud különböztetni a valóságtól. Például tegyük fel, hogy előléptetést szeretnél. Ez esetben a gratuláció egy olyan esemény, amely a vágyad beteljesülését követi. Miután kiválasztottad ezt a jelenetet arra, hogy lejázd a képzeletedben, helyezkedj kényelembe, és idézd elő a félálom meditatív állapotát, melyben még képes vagy irányítani a gondolataidat, és erőfeszítés nélkül koncentrálni. Most képzeld el, hogy egyik barátod ott áll előtted. Csúsztasd képzeletbeli markodat az övébe. Először érezd, milyen szilárd és valóságos, aztán beszélgess vele az eseményről. Ne egy távoli térbe és időpontba vizualizáld magad, miközben fogadod a gratulációkat. Inkább helyezd a jelenetet az itt és mostba. Ez a választott jövőbeli esemény egy másik, tágabb dimenzióban már most valóság. És fura módon a tágabb dimenzió mostja azonos a mi mindennapi életünk háromdimenziós terének itt jével. A különbség, siker és kudarc között az, hogy az előbbi esetében itt és most átérzed a tevékenységet, míg a másik esetben csak mozifilmszerűen elképzeled magad a tevékenység közben. A különbség akkor lesz érzékelhető, ha először elképzeled, hogy egy létrán mászol felfelé. Most pedig behuny szemekkel, jeleníts meg magad előtt egy létrát. És érezd, hogy tényleg felkapaszkodsz rajta. A vágy, a tested ellazítása, a félálom állapota és a képzeletbeli cselekvés együttesében az én érzelmileg érvényesül. Az itt és most nem csak a jövő megváltoztatásában fontos tényezők, hanem a lelki én tudatos kivetítésében is alapvető fontosságúak. Amikor immobilizáljuk a fizikai testünket, azon gondolat megszállottjává válunk, hogy tennünk kell valamit. El is képzeljük, hogy itt és most tesszük, és egészen addig pörgetjük az érzelmekkel átjárt cselekvés filmjét képzeletünkben, míg az alvás bekövetkezik. Valószínűleg a fizikai testen kívül ébredünk fel, és egy tágabb dimenziói világban találjuk magunkat, kiterjedtebb összpontosítással, és tényleg épp azt tesszük, amire vágytunk, amire elképzeltünk, hogy a testünkben tesszük. De akár felébredünk ott, vagy sem, valójában a negyedik dimenziós világban végezzük a cselekvést, és itt a háromdimenziós világ jövőjébe is végre fogjuk hajtani. A tapasztalataim megtanították, hogy a meditációim tárgyául szolgáló képzeletbeli tevékenységet egyetlen tevékenységre kell korlátoznom, és egyetlen gondolatba kell sűrítenem, melyet aztán újra és újra lejátszok magamban, amíg valóságosnak nem érződik. Erre azért van szükség, mert máskülönben a figyelmünk elkalandozik,
és képzett társításokba kezd. Néhány másodperc múlva időben és térben roppant távol fogjuk találni magunkat a célunktól. Ha úgy döntünk, hogy felmegyünk egy bizonyos lépcsőn, mivel ez egy olyan valószínű esemény, amely a vágyunk beteljesülését követi, akkor az adott lépcsősor megmászására kell korlátoznunk a cselekvés elképzelését. Ha a figyelmünk elkalandozik, vissza kell terelnünk a lépcső megmászásának feladatához, és ezt a képzeletbeli cselekvést addig kell folytatnunk, amíg minden részletében valóságosnak nem hat. Az elképzelést szellemi erőfeszítés nélkül kell fenntartanunk. A lehető legkisebb erőfeszítéssel kell átitatnunk az elmét a beteljesült vágy érzésével. Az álmosság elősegíti a folyamatot, mivel erőfeszítés nélkül támogatja a figyelmet, viszont ezt az állapotot nem szabad az alvás stádiumáig fokozni, mert abban már nem tudjuk kontrollálni a figyelmünk mozgását. Viszont a mérsékelt álmosság állapotában még mindig képesek vagyunk irányítani a gondolatainkat. A vágy megtestesítésének leghatékonyabb módja, ha beleéled magad a beteljesülésbe, azaz magadévá teszed a beteljesült vágy érzését. A nyugodt, félállamszerű állapotban újra és újra, újra ismételj el bármilyen rövid mondatot, kifejezést, amely a vágyad beteljesülését jelenti. Mondogass például. Köszönöm, mintha egy magasabb hatalomnak címeznéd, amiért teljesítette a kívánságunkat. Ha azonban egy tágabb dimenziójú világba szeretnél tudatosan kivetíteni valamit, akkor addig kell ezt csinálnod, míg az alvás bekövetkezik. A szilárd valóság jellegzetességének legapróbb részletéig tapasztald meg képzeletben azt, amit testben élnél meg a célod elérése után, és idővel megtapasztalod testben is, amit megtapasztaltál képzeletben. Tápláld az elmédet előfelvetésekkel, azaz igaznak feltételezett kijelentésekkel, mert az előfeltételezések, még ha irreálisnak is tűnnek az érzékek számára, ha fenntartod őket addig, míg már valóságosnak érződnek, valós tényé szilárdulnak. Egy előfeltevést olyan eszközökkel kell megtámogatni, amelyek elősegítik a megvalósulást. Ezek bizonyos viselkedésre, tettekre és szavakra inspirálják, és a vágy beteljesítése felé irányítják az embert. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan alakítja át az ember jövőjét összhangban az előfeltételezésével, tisztáznunk kell, mit értünk tágabb dimenziójú világ alatt, amivel jövőnk megváltoztatásához egy tágabb dimenziójú világba lépünk be. Egy még be nem következett esemény észlelése azt jelenti, hogy az az esemény az ember szemszögéből előre el van rendelve a háromdimenziós világban. Ezért, hogy itt a tér három dimenziójában megváltoztassuk a körülményeket, először a tér negyedik dimenziójában kell őket megváltoztatnunk. Az ember nem tudja pontosan, mit jelent a tágabb dimenziójú világ, és kétségtelenül tagadja a tágabb dimenziójú én létezését. Jól ismeri a hosszúság, szélesség és magasság három dimenzióját, és úgy érzi, ha lenne egy negyedik dimenzió is, akkor az ugyanolyan nyilvánvaló lenne számára, mint az előbbiek. Mérhetünk mást is egy szilárd test szélességén, hosszúságán és magasságán kívül? Az idővel mérjük az életünket, anélkül, hogy foglalkoznánk a hosszúság, szélesség és magasság három dimenziójával. Nincs olyan, hogy egy tárgy azonnal felbukkan és csak egy pillanatig létezik. A tárgyak megjelenése és eltűnése mérhető. Meghatározott ideig tart a létük. Élettartamukat a hosszúság, a szélesség és a magasság dimenziói nélkül is mérhetjük. Az idő mindenképpen a negyedik szempont egy tárgy mérésekor. Minél több dimenziója van egy tárgynak, annál szilárdabb és valóságosabb. Egy egyenes vonal, amely teljesen egy dimenzióba fekszik, további dimenziók hozzáadásával kap formát, tömeget és szilárdságot. Miféle tulajdonság teszi az időt feljebb valóvá a szilárdságnál úgy, mint ahogy a szilárdság feljebb való a síknál, és a sík feljebb való a vonalnál? Az idő a megtapasztalás változásának közege, mivel minden változás időbe telik. Az új tulajdonság tehát a megváltoztathatóság. Figyeld meg, ha ketté vágsz egy szilárd testet,
annak keresztmetszete a sík lesz. A sík kettévágásával vonalat, majd a vonal kettévágásával pontot kapsz. Ez azt jelenti, hogy a pont csak egy keresztmetszete a vonalnak, ami egy sík keresztmetszete, a sík pedig egy szilárd test keresztmetszete. Ezen logika alapján a szilárd test tehát egy négydimenziós tárgy keresztmetszete. Nem lehet elkerülni azt a következtetést, hogy minden háromdimenziós tárgy csak keresztmetszete egy négydimenziós testnek. Ami azt jelenti, hogy amikor találkozom veled, a nem látható négydimenziós éned keresztmetszetével találkozom. Ahhoz, hogy lássam a négydimenziós énedet, egyidejűleg kell látnom életed összes keresztmetszetét, vagyis pillanatát, a születésedtől a halálodig. Egymásra kell halmoznom az általad eddig tapasztalt összes szenzoros benyomást azokkal együtt, amelyeket a jövőben tapasztalhatsz meg. Nem a te megtapasztalásod soregyében kell látnom őket, hanem jelen idejű egyetlen egésznek. Mivel a változás a negyedik dimenzió jellemzője, állandóan változó, eleven egészként kell látnom őket. Ha mindez érthetővé vált, akkor mit jelent ez ránk nézve ebben a háromdimenziós világban? Azt jelenti, hogy mozoghatunk az idő hosszának mentén, láthatjuk a jövőt, és kívánságunk szerint megváltoztathatjuk. Szilárdnak hitt valóságunk csupán árnyékvilág, melyből bármikor kiléphetünk. Valóságunk egy tágabb dimenziói világ abstrakciója, egy alapvetőbb világ, amely kiemelt lényege egy még alapvetőbb és tágabb dimenziói világnak, és így tovább a végtelenségig. Az abszolút, a tökéletes teljesség semmilyen eszközzel vagy elemzéssel sem közelíthető meg, mindegy hány dimenzióval bővítjük a világot. Az ember bebizonyíthatja egy tágabb dimenziói világ létezését egyszerűen azzal, hogy figyelmét egy láthatatlan állapotra összpontosítja, majd elképzeli, hogy látja és érzi azt. Ha kitartóan erre az állapotra összpontosít, jelenlegi környezete szerte fosztik, és egy tágabb dimenziói világba találja magát, ahol merengése tárgyát kézzel fogható, szilárd valóságként látja. Az ösztöneim azt súgják, ha kivonná a gondolatait ebből a tágabb dimenziói világból, és mélyebbre vonulna elméjében, időbéli kivetítést hajtana végre. Felfedezné, hogy a tér kitágul, valahányszor így tesz, és végül arra a következtetésre jutna, hogy mind az idő, mind a tér sorozatos, és hogy az élet drámája nem más, mint egy számtalan dimenziójú időtömb megmászása. Egy napon a tudósok elmagyarázzák, miért létezik a sorozatos világegyetem. Ám a gyakorlatban sokkal fontosabb, hogyan használjuk ezt a sorozatos világegyetemet a jövő megváltoztatásához. A jövő megváltoztatásához csak két világgal kell foglalkoznunk, a világok végtelen sorozatából. Az egyik, amelyet a testünk által ismerünk, és a másik, amelyet a testünktől függetlenül észlelünk. Első fejezet vége. Nagyon örülök és köszönöm, hogy végighallgattad ezt a fejezetet. Természetesen a lájkok és a csodálatos köszönő hozzászólások Petrának is szólnak, és ezen felül, hogyha úgy érzed, hogy szeretnéd támogatni a munkámat, azért természetesen nagyon hálás vagyok, és cserébe több meglepetéssel is készültem. Erről bővebb infót találsz a leírásban található linken. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és nem tudok nektek eléggé hálás lenni azért a sok-sok csodás visszajelzésért, amit adtok nekem is, természetesen Petrának is. Úgyhogy várlak vissza a következő fejezetben, vagy pedig ha az utolsó fejezet végén hallgatod, akkor pedig a következő könyvben. Csodás napot kívánok neked. Hello!